Nehéz volt átállni a sportról, könnyen nehéz. És akkor most várjuk Wichmann Tamást, akit ugyancsak taps köszönt, a 9-szeres világbajnokot. Olvastam. Hát ez van. Andris volt az, aki lelket öntött belém a moszkvai olimpia után. Én a moszkvai olimpián diszkóztam, és a olimpiai döntőben leblokkolt a Tamás, tök utolsó lett. És egymás mellé kerültük a repülőn, és kérdeztem, hogy miért lógatod az orrot. Hát azt mondja, hogy szinte senki nem szól hozzám sem, hanem te. Hogy hívnak téged? Azt mondja, Wichmann Tamás. Mondom is, hogy most az olimpián 9. lettél, vagy 8., nem tudom mennyi van. Most hogy hívnak? Wichmann Tamás. Egy mondattal helyre rakott. Ja, hogy hívnak? Ennyi volt az egész. És hogy azonosuljak azzal, ami vagyok. És akkor azt mondtam, hogy csinálok valami olyat, ami kicsit szokatlan. Nincs tévé, nincs rádió, nincs ott minden. És az, hogy tisztán egymással tudnak kommunikálni, ez volt a kezdetektől, és ez mind a mai napig így van. Bejön valaki, de nem kell külön viselkedni. Ez nem szándékos volt, de valahogy így jött. És sikerült egy olyan milliót kialakítani, ami én voltam. Nosztalgia, nekünk nosztalgia, tehát mi 90-es évek elején voltunk itt először. Sör és rántott hús természetesen. Egy kicsit hiányzik a dohányfüst, ami nem lehet keresztül látni, mert azért ez régen így volt, hogy az embernek folyt a szeméből a könyv. Most már nem szoktunk járni, de mondjuk középiskolai hívászatokat, azokat itt kezdtük el. És ezért egy nagyon emblematikus hely lett nekünk ez. Az én szüleim jártak ide, tehát nekünk innen volt az első német juhászkutyánk, a Wichmann Tamástól. Hát azt nem mondom, hogy barátságos volt, mert ez sosem volt, de hogy mindig volt egy hangulata, meg nem ez az ilyen szuper fancy kocsma, amit itt az ember megszokott így a Kanzinci utcában, hanem lelke volt, tényleg lelke volt az egésznek mindig. 87-ben nyitottam meg hivatalosan. Akkor abban az időben, a 80-as évek elején pénzünk nem volt. Csomagolóanyagból lettek a lambériák, meg egyebek készítve. Nem is akar más lenni, hanem hogy ez így bejössz, és akkor itt ez van. Itt ihatod az aranyászokot, meg a felvízezett sört. Én nekem nagyon jó élményem az, hogy itt ülök egy asztalnál, és fiatalokkal kerültünk egy asztalhoz, és beszélgetünk egymással. Mind a két fél tanul egymástól. Volt olyan, amikor főleg ilyen téli időszakban, amikor elveszítették a kontrollt, és úgy verekedés is, vagy próbáltak késelni, és ha megtehettem, akkor eltörtem a késtesét. Most próbáltam. De nagyon sok boldog pillanat volt. Az én szívesebben emlékszem arra. Kocsmáért nagyon kár, nagyon fog hiányozni. A környék meg átalakult. A környék megváltozott. Nagyon lenyugodott azóta. Azok a vendégek, akik itt laktak, azok eladták a lakásokat, ugye. Akik megvették, azok meg nem költöztek ide, hanem kiadták bérbe. Általában tehetősebbek, és a tehetősebbek ugye már akkor nem rántott is tesznek. Nincsen ilyen hely, és már nem is lehet több. Még a külső kerületekben vannak olyan kocsmák, amik olyanak, mint a falusi kocsmák, de itt bent a városban már. Most egy jó ideje nem iszom szeszt. Tehát egy kocsmáros, aki most a nem ellenséges, okos meggondolásból most távol tartom a szeszes italok élvezetétől magam. Megéltem azt a kort, ami úgymond tisztességes, de most jött el az a pillanat. Elfáradtam, megálltam. Van mit tennem, 5 unokám van, szívesen vagyok velük. Szinte szívszorongató dolog volt, hogy valaki úgy telefonált, hogy hallotta, hogy mi történik majd, és kint él Németországban, de hazautazik, hogy még lássa a kocsmát úgy, ahogy fiatal korában emlékezett rá. Hát azért ez, akkor, ha valamit jól csináltam, akkor ezt igen.